Első előadását tartotta új otthonában az Örökségcsoport Művészeti Egyesület. A népszerű és sikeres színjátszó csoport a Várkörút 54-ben találta meg, és közös munkával létrehozta azt a színházi teret, ahol a jövőben a fehérvári amatőr színpadok, diákszínpadok, kulturális projektek, próba és előadásteret találnak, ahol önálló produkciókat hozhatnak létre. Ez egy nagyon jó megerősítése annak, hogyha közösen szeretnénk valamit létrehozni, akkor én azt gondolom, hogy sikerülhet, hogyha mindenki ugyanazért dolgozik, és persze, amikor már létrejött ez az egyesület, és gondolkoztunk ezen a helyen, akkor azért beszélgettünk arról, hogy nagyon sok más társulat is van Székesfehérváron, akik hasonló problémákkal küzdenek, és akkor miért ne segítsük egymást, hogyha esetleg nekünk előbb lesz lehetőségünk arra, hogy ezt megtegyük. Az egykori üzlet és raktárhelyiség felújítását ők maguk végezték, amelyet egy teltházas első bemutatóval, Székely János Caligula helytartója című drámájával koronáztak meg Somos Ákos rendezésében. Egy olyan igény hívta létre tulajdonképpen ezt a helyet, ami szerintem nem csak a mi csoportunkra volt jellemző, hogy a elképesztő hagyományokkal rendelkező fehérvári amatőr, illetve független színjátszásnak legyen egy új játszóhelye, találkozóhelye, egy ilyen szellemi központja, ahol az Örökségcsoport mellett más városi csoportok, vagy diákszínpadok, vagy éppen alkalmi társulások is időnként meg tudják mutatni magukat, és tudnak próbálni, mert ugye ez volt a másik nagy probléma, hogy nagyon kevés állandó próbahelyünk volt. A további januári programban szerepel az Örökségcsoport többszörös fesztiváldíjas darabja, Svekje Mihály az Örökség című nagy sikerű előadása, illetve a Prospero színkör két fellépése. A tervek szerint színre kerül a Teddy színpad Cyber Cyrano című előadása, illetve több korábbi fehérvári amatőr színpadi produkció is.